Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit gondol rólad, mi a terve? Ezt megnézzük ennél a szerelmi jóslásnál gyertya mágiával. Ehhez kiválasztottam a piros színű gyertyát, hiszen ez szimbolizálja a szeretetet és a szerelmet. A videó végén átküldöm az energiát, és ha ebben a pillanatban eszedbe jut egy szó, vagy látsz egy képet, ennek van egy jelentősége, hiszen ez egy fontos üzenet lesz akkor számodra. Itt bal oldalon láthatóak az ő kártyái, vele szemben a tiéd, hogy hogy jut el ez az üzenet hozzád, vagy hogy viselkedj vele szemben, mindezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ami őt illet, itt középen megjelenik ez a ravasz róka, sőt, ellopott ott valamit. Ez utalhat egy hamis személyre, mert valaki becsapta őt, vagy valaki ellopott tőle valamit. Persze jelentheti a negatív gondolatokat és érzelmeket is, mint például, ó, ez úgysem sikerül, másoknak szerencséje van, csak nekem nincs. És a negatív érzelmek azok utalnak a félelmekre, vagy a bizonytalanságokra. De én úgy gondolom, hogy ennek ellenére vannak hamis személyek körülötte, hiszen ez a korbács és ez az ostor jelenti, amikor itt vannak kapcsolatok, de ez kellemetlen. Mindez nézeteltérésekhez vezethet, vitákhoz, veszekedésekhez. Sőt, itt megjelenik ez a levél, ez lehet egy hír, vagy egy dokumentum. Az is lehet, hogy valaki feljelentette őt, vagy becsapták őt, tehát itt vannak nehézségek a környezetében. De ő cselekedni fog, hiszen kezébe veszi ezt a kardot, ami itt is látható, lezárja ezeket a dolgokat, vagy kapcsolatokat, lépéseket tesz, ő ugyan még bizonytalan, tehát egy lépést előre, kettőt hátra, itt is látható a ló mutatja, hogy visszafele tekint a múltban, annak ellenére, hogy le tudja ő zárni ezt a helyzetet, mégis vannak még kihívások. Így hiányzik az a bátorság, hogy gyorsan intézkedjen, de látható, hogy döntéseket hoz, hogy szeretne veled tisztázni valamit. Sőt, az is lehet, hogy ő sértett meg tégedet, és nem tudja, hogy hogy viszonyulsz hozzá, emiatt kicsit bizonytalan, de mégis megpróbálja rendezni ezeket a dolgokat, hiszen a kard jelenti a kommunikációt is, és itt látható ez a levél, tehát jelentkezni fog nálad. És mi a te helyzeted? Itt látható Justícia istennő, és mutatja az igazságot, és az igazságtalanságokat is. Itt fontos, hogy döntéseket hoz, hogy tisztáz valamit, hogy meglegyen a belső egyensúly, és hogy átted magadat ezeken az igazságtalanságokon. De jelenleg még úgy minden a feje tetejére állt, és néha úgy érzed, hogy elveszíted a talajt a lábad alól. Itt értékekről van szó, hiszen ez a fiatal férfi a kezében tartja ezt az arany érmét, és ez jelenteti a belső értékeket, a megbecsülést, a tiszteletet. Lehet, hogy ezt nem kaptad meg, és emiatt látod olyan igazságtalannak a dolgokat. Ez a kép utalhat anyagiakra, vagy a munkára, a hivatásra is. Lehet, hogy ott kevés az elismerés, vagy kevés a pénz, és emiatt vannak ezek az igazságtalanságok. Itt be van kötve ugyan a szemed, és nem látod, hogy milyen irányba mennek a dolgok, de bízz abban, hogy ez a kerék,
Ez majd téged a jó irányba vezet, hiszen itt a sors kerekéről van szó, itt kell a bizalom. Lesznek változások, megújulások, hiszen ez a lepke jelenti, hogy felszabadulsz valamitől vagy valakitől, és látható a szépség, a kreatív tevékenység. Sőt, egy lelki kapcsolat is kettőtök között, hiszen a régi kultúrákban úgy beszélnek, úgy közvetítik, hogy a lepke az szimbolizálja a mi lelkünket. Ami a párkapcsolatot illeti, akkor itt megvan egy lelki kapcsolat kettőtök között. Itt ez a kártya középen mutatja azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt látható a gyermek, ez utalhat a gyermekekre, vagy az ártatlanságra, de jelent egy új kezdetet is, hiszen várható, hogy ő visszatér, és lesz egy új kezdet kettőtök között. Akkor is, ha voltak itt a múltban nézett eltérések, most ő úgy gondolja, az jó lenne, szép lenne ezeket a dolgokat tisztázni. És most átküldöm a gyertya energiáját, ami kihat a szerelemre, és figyelj oda arra, melyik szó jut így hirtelen eszedbe. Ennek van egy jelentősége. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!